Sziasztok, én Dinei vagyok, és ez egy újabb Life Beats videó lesz. De gyorsan bemutatnám nektek, hogy milyen ajándékokkal leptek meg ismerőseim, családtagjaim, barátaim. Na nem, mintha fel szeretnék vágni bármivel is, mert nem kaptam semmilyen hú, nagy szám érdekes dolgot, több hagyományos, átlagos ajándékokról beszélünk, de essük meg! Egy pillanat. Szóval, egyik dolog, amit kaptam, az egy VIP mozi jegy, Cinema City VIP mozi jegy. Nem látjátok, nem láthatjátok. Hamarosan fel is fogjuk használni. Következő számú játékos. Kaptam csoportosan, úgy kaptam én is, színházi jegyet a Sörre, Shakespeare össze is röviden, illetve ugyanarra napra előtt egy vacsora ebben a Butha Original Thai Wok and Sushi Barban. 5 fő részére. Jó kis nap lesz, bár még odébb van, ez van csak februárban. Hát kaptam többféle piát egyébként ott, azt is én kaptam az egy bor. Ez Belgiumból hozták nekem. Valamiféle speckó sör. És kaptam egy ilyen térképet. Ez egy olyan térkép, ami le lehet kapargatni. A lényeg az, hogy kitett valahova a falra, szépen lekaparod, és akkor tisztán érdekesen látszik rajta, hogy mik azok az országok, helyek, ahol már jártál. Úgyhogy ez tök jó. Illetve a legnagyobb attrakció, és óriási, és csak így fogta fel, úristen, hogy kaphat az ember ilyet? Egy Mario spez. Jó, csak vicceltem. De azért fun, nem? Give me that candy! Szóval röviden ennyi a karácsonyi ajándékokról. Te! Mit szólnátok ahhoz, hogyha ezt fel is tennénk most? És bocsánat, egy dolgot elfelejtettem. Itt volt végig mögöttem, csak nem jutott eszembe. Mégpedig egy szabvány, vizer, hát nem vizer, mindegy. Egy szabvány, repülős utazási bőröndöt. Te jól tudom, 55-ször, 35-ször, 20. Ami érdekesség ezekkel a bőröndőkkel kapcsolatban most karácsonykor nálunk, hogy kb. Mindenki bőröndöt vett a másiknak, úgyhogy itt még van ezen kívül kettő, meg még a másik házban is van kettő, szóval összesen kb. 5 bőrönd volt itt. Bőrönd. Amikor lezajlott nálunk ez a karácsonyi ajándékozás. Cool! Vissza a térkép feltételéhez. Ezekkel baj lesz, ezek túl hosszúak. Ezeket le kéne vágni. Szevasz, Nola! Jó, nem maradjál, 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 csak maradjál! Jó, most, hogy ez megvolt, tetszett. Szóval ez lesz az a videó, amit utoljára készítettem 2017-ben, de először publikáltam 2018-ban. Na mindegy. Ígértem nektek egy rövid állvány bemutatást. Na de várjál, hol az állvány? Meg is van. Tadá! Szóval ez az állvány, igen, enélkül ez most. Ez nekünk nem szükséges, abszolút használható. Tökéletes, beugró, kezdő állvány. Nagy problémáim nem voltak vele. Azért egy dolgot meg szeretnék említeni, mégpedig a fejrészsel kapcsolatban. Lehet, hogy nem ilyen nagy, nehéz DSLR gépekre van ez igazából kitalálva. A feje egy kicsit gyenge, néha, hogyha hirtelen mozgatod a gépet, akkor lecsuklik, lebukik, de egyébként, hogyha erre oda tudsz figyelni és nem zavar, akkor abszolút tök jó. A talpai tapadnak, nem csúsznak el, tényleg tök jól állítható, szinte bárhova fel tudtam tenni, úgyhogy abszolút használható ez a kis állvány. Sőt, annyira használható, hogy egy hozzám elég közel álló valaki is elkezdett gondolkozni azon, hogy fog csinálni ilyen ehhez hasonló ilyen vlogokat, hát mondjuk nem ehhez hasonló, amiket én csinálok, mert azért ezek elég fura videók. Mindegy, megvannak a kis saját tematikái, topikjai, amiket ő érinteni szeretne, úgyhogy ezzel úgy gondoltam, hogy meg fogom őt lepni. Egyik mai kitérünk az lesz, hogy veszünk még egy ilyen állványt, lassan kivásárolom a boltból. Úgyhogy hogy igazából röviden ennyi, induljunk is neki a városnak. Azért hideg van. Öltözünk át. Akkor let's go!
Igen, na jó. Ez, amit itt a kocsiban előadtam, egy kicsit katyvasz, ezért úgy voltam vele, hogy inkább narráljuk ezt a részt. Röviden annyi volt, hogy rohadtul nagy dugó van az arénában és a városban is mindenhol, így bukott az alaptervem, inkább úgy döntöttem, hogy itt hagyom a kocsit az arénába, és BKV-val megyünk tovább a mamuthoz. Úgyhogy protip gyerekek, ünnepekkor rohadtul ne gyertek városba kocsival. Sajnos ezt én nem voltam képes megtanulni. Aztán onnan hévezünk, meg villamosozunk egyet az állványhoz, úgyhogy irány az állvány. Közben sötét lett és hideg lett, és kb. Alig tudtam egy-két értelmes felvételt csinálni, és teljesen ki is futottam az időből, mert most már oda kéne jönni a mozihoz, úgyhogy nem is megyek haza, hanem rögtön go a mozi, és kb. Már csekkolunk is be a VIP terembe, mert ott egy órával hamarabb ott kell lenni. Ezzel kapcsolatban menjünk vissza egy pár órával korábbra. Hívni a mozit, megérdeklődni, hogy esetleg van-e bármiféle lehetőség, mód arra, hogy én ott kamerával ezt-azt felvegyek. Felhívjuk a VIP részlemnek az információs vonalát, ami rajta van ezen, és megérdeklődöm. Miért ne? Jobb, hogyha felkészülve megy oda az ember. Üdvözlőjük! Ön a információs és érdeklődő vonalát is tudta. A kapcsolási kis tüzelmét kérjük. Abszolút türelmes ember vagyok. No csak, tényleg? Hát én is. Jó napot kívánok! Igazából a Cinema City VIP termeiről lenne kapcsolatban egy-két kérdésem. Nem tudom, hogy volt-e már ilyenre példa, igazából engem az érdekelne, van arra esetleg bármi mód, hogy ott a VIP részleget úgymond kamerával esetleg kicsit felvenni egy-két felvételt, vagy a kamerát abszolút kitiltjátok a helyiségekből? Hát engedélyen lehet. Külön engedélyen lehet, aha. Esetleg útmutatást, hogy honnan lehet ilyen engedélyt szerezni? Jó, jó, semmi gond. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Jó, hát nem tudtunk meg. Sajnos tőlük e-mailt kéne írni, de most erre nem nagyon van időm. Úgyhogy nagy gépet nem fogok bevinni, mert most nem akarom megkockáztatni, hogy most amiatt lekésük a filmet vagy bármit. De azért nem adom fel, úgy gondoltam, hogy érdekes lenne megmutatni a VIP részleget egy-két felvétel erejéig. Úgyhogy telefonnal fogok megpróbálkozni, hogyha ott leszünk. Fingers crossed! Jó lesz!
A véleményem meh. Na de a napnak itt még nem volt vége. Na jó, ez nem gyerekeknek való.